Kezdődik a mai adásunk, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a stúdióban pedig Megyeri Jonatán Robbi, a neokon.hu főszerkesztője. Szervusz, köszönjük, hogy a ma is elfogadtad a meghívásokat. Szervusz Tamás, köszöntöm a hallgatókat. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, hiszen akkor kapnak értesítéseket folyamatosan az újabb és újabb videóinkról. Ma, ahogy szoktuk, fogunk beszélni az Amerikai Egyesült Államok aktuális helyzetéről, illetve Izraelről is. Ugye most csütörtök van, amikor ezt az adást rögzítjük. Két napja volt a Superked, ahol nagyon sok államban tartottak republikánus és demokrata oldalon is előválasztást. Ez nagyjából egy 15-16 államot jelent. Azt látjuk, hogy Donald Trump, illetve Joe Biden is a legtöbb államban, az államok nagy többségében győztek. Számodra mit jeleznek ezek az eredmények? Valóban Superked egy nagyon érdekes esemény. Minden évben van olyan nap, minden amerikai elnökválasztási évben van olyan nap, amikor több államban egyszerre tartanak szavazást. Még nem ezt Superkedet egyértelműen megnyerte Trump, ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy Nikki Haley, most már a egyetlen kihívója, aki Trumpnak maradt republikánus oldalon, ő is visszalépett Superked után. Egyébként ez nem okozott abban a tekintetben meglepetést, hogy Haley mondta, hogy ha Superkeden veszít, amikor 15 államban tartottak szavazást, ha ő ekkor veszít, akkor vissza fog lépni. Egy államban sikerült nyernie mindösszesen, a többiekben csúfosan megbukott. Azért mondom, hogy csúfosan abban az értelemben, hogy Trump jelentős előnnyel nyert, úgyhogy vissza is lépett. Meglepetés nem tartogatott számomra ez. Minden közvéleménykutatás szerint Trump a legnépszerűbb republikánus politikus, és most már úgy tűnik, hogy a republikánus párt is sokkal, hogy is mondjam, félretéve az esetleges ízlésbeli problémáját beállt Trump mögé. Érdekes, talán erről beszélünk is, hogy Nikki Haley a szó szoros értelmében nem állt be Trump mögé abban a tekintetben, hogy nem kérte, hogy támogassa. Ez talán azért érdekes, mert mindenki azt várta, hogy majd lesz valami alkú, és akkor úgy száll ki Nikki Haley ebből a kampányból. Igen, de azért ez nem magától értetődött. Az nem magától, általában az szokott történni, hogy a republikánus, lépjünk egy lépést vissza. Amerikában az elnökválasztás, mint minden, show business. Ugye előválasztásokat tartanak, ezeket nyilvános televíziós viták előzik meg, ugye az elnök jelölteknek mindig vannak nyilvános televíziós vitáik, ahol kígyót békát kiáltanak egymásra, és az utóbbi évtizedben most már nem csak kígyót békát, hanem személyesen is támadják. Ebben ugye Trump jelentős érdemeket szerzett, és itt most nem pozitív előjellel mondom ezt, abban, hogy személyesen is támadják, és a másik alkalmatlanságát kérdőjelezik meg egy ilyen tévés vita alatt. Tehát minden a nyilvánosság előtt zajlik, és nagyon komoly show elemekkel van fűszerezve. Ami az érdekes lehet az európai ember számára, az, hogy amikor valaki viszont kilép a versenyből, vagy kiesik a versenyből, akkor gyakran beáll a majdani nyertes mögé. Azután, hogy korábban ezek az emberek miket mondtak róla. Te alkalmatlan vagy, te öreg vagy, te béna vagy, te korrupt vagy, gyakorlatilag gyerekgyilkos, minden rá van kiáltva. Hát szinte úgy versenyeznek egymással, mint egy rendes választási kampány. Pályban pontosan a két így, és utána azt mondja, amikor valaki visszalép, hogy akkor meghalt a király, én a király, támogassátok a győztest, és mintha mindenki elfelejteni, hogy milyen csúnya dolgokat mondott a másikra. De azért az nem magától értetődő, hogy valaki endorzálja, tehát valaki mögé áll a jelölteknek. Haley ezt megtette Vivek Ramaswamy, az egyáltalán nem volt meglepő néhány héttel korábban, ugye mert ő eleve egy nagyon trumpista elnökjelölt volt, sokan nem is értették, hogy miért indul egyáltalán, hogyha ő azt gondolja, hogy a legjobb elnök az elmúlt 100 évben Donald Trump volt, de beállt Trump mögé a Florida, egyébként nagyon sikeres és népszerű floridai kormányzó Ron DeSantis is, Tim Scott is beállt Trump mögé. Nikki Haley nem. Nikki Haley azt mondta, hogy Trump dolgozzon egy kicsit azon, hogy megnyerje a választókat. Minden sem rossz mondás, nem taktikailag. Ugye pont ezen gondolkodtam, hogy az, hogy Nikki Haley kiszállt, a következő előválasztások már azért jóval nagyobb érdektelenségbe fulladhatnak, lévén, hogy ugye nem lesz kire szavazni, csak Trumpra. Tehát azért egy verseny a mozgósítás szempontjából akár jót is tehet. Erről a republikánusoknak. És így, hogy ezt mondja Nikki Haley, így lehet, hogy ez
ez már egy tudatos összrepublikánus kampánystratégiai része? Hogy... Erről van szó. Tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Trumpnak nagyon jó volt Nikki Haley. Ha Nikki Haley kiszáll a versenyben 3 héttel korábban, ahogy kiszálltak a többiek, akkor Trumpnak nincsen felülete. Unalmas lesz a szuperked. Így van, akkor el tud menni így is kampányolni, de unalmas lesz a szuperked, unalmas lesz a kampány dumája. Két dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy Trump nagyon szeret szerepelni. Trump, tehát mivel, hogy a választás az egy show business, és nincs nagyobb showman Donald Trumpnál. Egyszerűen nincs. Imádja a közön, imádja a kamera, imádja ő is a kamerát, imádja a közönség, tud jókat mondani, elképesztően vicces, elképesztően szórakoztató Trump, pont a bumfordiságával, pont azzal, hogy beleáll, pont azzal, hogy túltolja, ezzel elképesztően merész, bátor, imádják az amerikaiak, és minél többet akarnak ebből. A helyzet az, hogy Trump nagyon gyakran saját maga ellensége abban a tekintetben, hogy minél többet szerepel, annál több támadási felületet ad magán. Úgyhogy... A mondatai miatt? Jelentős részben nem is az... Tehát Trump egy olyan politikus, akinek a politikája, tehát hogyha a 4 éves Trump elnökséget nézzük, Trump politikája moderált politika volt. Nem lehet azt mondani, hogy radikális lett volna bármilyen tekintetben Trump politikája, még az olyan politikai lépései is, mint a határfal megépítése, vagy amit muszlim kizárásnak neveztek, hogy ugye emlékszel még rögtön az elnökség elén egy pár országból betiltotta a beutazást az Egyesült Államokba, de még ezekkel együtt sem lehet mondani azt, hogyha a gazdasági lépéseit nézzük, vagy például a külpolitikáját nézzük, Ábrahám egyezmények, vagy akár a dél-koreai diktátorral való viszony, a kapcsolatfelvétel, vagy Putyinnal való viszony. Tehát egy viszonylag moderált politikát valósított meg Trump, de nagyon, nagyon szélsőségeseket beszélt, szélsőségeket mondott. Tehát ő akkor tenni magának valószínűleg a legnagyobb szívességet, hogyha nagyon keveset szerepelne. A helyzet viszont az, hogy a show business miatt és Trump showmensége miatt ez elképzelhetetlen. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert tegnap lefordítottuk Trumpnak a győzelmi beszédét. Ugye köszönjük, Longauer András kollégánk Putyin után most már Trumpnak is kölcsönözte a magyar hangját, és pont Andris mondta azt, hogy neki nagyon érdekes volt így, hogy most több órát töltött a Putyin beszéddel, utána meg a Trump beszéddel, hogy mennyiben más egy amerikai fogalmazás mód, mint mondjuk egy orosz, és hogy a Trump gyakorlatilag ugrál a gondolatok között, állandóan így kurblizza a hangulatot, és nagyon egyszerű mondatokat mond, amelyek mögött nyilván egy teljes politika van, de talán ez része is, hogy más az európai gondolkodás, más a szláv gondolkodás, orosz gondolkodás, és nyilván más az amerikai gondolkodás, de hogy tényleg én is meghallgattam a Trumpnak a beszédét, ebben gyakorlatilag tényleg azt látjuk, hogy... Volt ott minden a Trump beszédben. Magához képest röviden beszélt az elnök, 20 néhány percet. Egy viszonylag jó Trump beszédnek lehet mondani abban a tekintetben, hogy néha ezt 3 órán keresztül teszi ugyanezt, de valóban. Tehát, és ebben azért Trump vitt egy új szint még az amerikai politikába is. Tehát ennek a mestere egyébként, a szórakoztató politikai beszédek mestere minden kétséget kizáróan Ronald Reagan volt, aki elképesztően, ugye egy színész ember volt, elképesztően volt a színpadi jelenléte, fantasztikus karizmája volt, és nagyon jó vicceket mondott. De ha megnézi az ember Ronald Reagan beszédeit, megtaláltok a YouTube-on, akkor azért azt látja, hogy azért ez egy sokkal decensebb, sokkal visszafogottabb, ha úgy tetszik, úriemberesebb volt Trumpnál. Nincs az a szabály, hogy nincs szabály. Ha nézed, amit neki is van megírva egy beszéd, teleprompterrel ki is van vetítve elé, mindig van megírt beszéde, de nagyon gyakran eltér attól a beszédtől, vagy nagyon gyakran ráduplázza arra, ami odaírva van. Tehát azért ő előszeretettel bemondja azt, hogy szerintem Amerika az nem egy megvaló, ezt most be is mondta, hogy nem tudom, Amerika az egy megvalósult álom, de szerintem nem, Amerika szerintem nem, hogy egy megvalósult állam, hanem a legjobb hely a világon, és akkor bemondott egy-két ilyen nagyon catchy, nagyon magával ragadó gondolatot. Erre mennek Amerikában, erre a show elemre. Tehát azért azt sem szabad elfelejteni, hogyha nosztalgiázhatunk 2016-ban, amikor Trump megnyerte az első elnökséget. Az én véleményem szerint
a mondat, amivel megnyerte, az a Hillary Clintonon való egyik vitája volt, amikor a Hillary Clinton bemondta, hogy milyen jó, hogy nem egy ilyen ember az Egyesült Államok elnöke, mint Donald Trump, mert akkor az egész világ veszélyben lenne, és milyen jó, hogy nem ő az elnök, és akkor azt mondta, Trump csak annyit mondott, hogy mert akkor már börtönben lennél. És bemondott egyet, és a közönség, az szerintem az is röhögött, az is felkacagott, aki demokrata párti volt, tehát ez egyszerűen annyira vicces volt, és annyira helyén találó, hogy... Főleg azért, mert azért a társadalom hagyományosan elitellenes, és ugye hát például Hillary Clinton is az amerikai elitet testesítette meg, és Trump pedig egyébként az is nagyon érdekes, hogy tudja azt megoldani, hogy nyilván ő is az elit része, tehát a gazdasági elit, média elitnek a része, de mégis valahogy ugye azt a képet tudja magáról sugározni, hogy ő az, aki szembe megy, aki lecsapolja a mocsarat, és aki felszámolja ezeket a mély állami dolgokat. Igen, az azért érdekes, mert ugye Trump egy milliárdosnak született, és azon kevés milliárdosok közé tartozik, aki nem elvesztegette a szülei által felhalmozott vagyont, hanem tovább növelte. Tehát Trump egy sikere, egy milliárdos, ingatlan mogul, a luxus, a túlzó luxus megtestesítője. Tehát minden, ja, és hát nyilvánvalóan minden adó kedvezmény és adó kiskapu megtalálója és azt kihasználója. Tehát minden oka megvolna rá, hogy az amerikaiak gyűlöljék. Mert minden, de közben imádják, mert közben a kisemberhez szól, tehát ez nagyon ügyesen sikerült megvalósítani, hogy pont az alul, vagy a kevésbé iskolázott, alul fizetett munkás réteg az, ami Trump igazán szoros bázisát jelenti, tehát a Közép-Amerika, nem a két partvidék nagyvárosai, az egyszerű, dolgos, munkás ember, a hétköznapok ember, ez Trump igazó szavazabázisa, de az ember azt gondolná, hogy ez kontraintuitív, azt gondolnánk, hogy ő az elitnek lenne a megtestesítője. Valójában tényleg nem az. Ezért is hoz új szint az amerikai politikába. Pont azt a, ugye emlékszel, 16 óta volt az a szlogenje, hogy drain the swamp, lecsapolni a mocsarat, lecsapolni ezt a fajta korrupt amerikai kormányzati, ha nem is tudom, a korrupció jó szó, de minden esetre becsontosodott kormányzati rendszert, amit egyébként nagyjából egy évig csinált összesen, vagy másfél az első elnökség alatt, utána szépen ő is betagózódott ebbe, de még mindig nagyon jól el tudja mondani az amerikaiaknak, hogy én az egyszerű nép, egyszerű embere vagyok, aki jön és felveszi a kesztyűt ezekkel a kékvérű politikusokkal, mint a Clinton család, meg a Kennedy-k, és így tovább. Szerinted ez egy tudatos, tehát egy ilyen ösztönös valami Trump részéről, és ő maga alakítja így, vagy van egy komoly stáb, aki azt mondja, hogy már pedig neked a kertvárosi kis emberekhez kell szólni? Na, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy van benne biztos egy ösztönösség. Tehát amellett, hogy Trump egy aranytól csöpögő sztár, ugye a médiában is ez van, ha jár valaki az Egyesült Államokban, vagy nézik képeken a különböző Trump hoteleket, golfpályákat és egyéb más ingatlanokat, ami az ő nevi alatt fut, minden csöpög az aranytól. De közben Trump a McDonald's-et szereti, a Coca-Colát issza, nem szereti az elegáns vacsorákat, hanem az egyszerű dolgokat szereti. Ugye hát ezt csinált az első elnöksége idején is, fogadást adott a Fehérházban, konkrétan McDonald's hamburgerekkel és sült krumplikkal. Tehát, hogy minden konvenciót ilyen tekint, ezt imádják az amerikaiak. Éppként a helyzet az, hogy nem lehet nem imádni. Tehát ez nem lehet nem elképesztő módon szórakoztatónak tartani. És hogyha minden mellett van egy mérsékelt politika, amikor azt látja az amerikai, hogy van ez az őrült ember, aki őrült dolgokat mond, de nem nyomja meg azt a bizonyos gombot az asztalán, azt a pirosat, amitől az egész világ veszélyben lenne, vagy apokalipszis jönne, olyan gazdasági intézkedéseket hoz, amelyek segítik az amerikaiakat, adókedvezmények, stb. Megállítja a migrációt, ami most az első számú beszédtéma a republikánus szavazók között biztos, de a demokrata szavazók között is most kiderült, hogy a második. Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, nagyon nehéz lesz vele mit kezdeni, és főként most, hogy Trump ellen van egy 82 éves, teljesen láthatóan az elmúlt három évben láthatóan jelentős módon megromló egészségi állapot, mentális állapotú Joe Biden. Na akkor egy kicsit viszont beszéljünk arról, hogy így időnként megpróbálják megakadályozni azt, hogy Trump induljon, és talán az a
nagyon érdekes dolog állt ugye most elő, hogy a napokban a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a Colorado állambeli ítéletet, miszerint Trump nem szerepelhet a szavazólapokon, ami talán azért is érdekes, mert ez egy precedens értékű ítélet, és talán az első ilyen ítélet ebben az ügyben. Mert ugye más államok is szintén hasonlót fontolgatnak, aztán utána már rákontráztak, mert Biden esetében is ilyet fontolgatnának. Szerinted mit üzen ez az ítélet, és köszönhető-e ez annak, hogy azért a legfelsőbb bíróságnapban alapvetően Trump emberei vannak többségben, vagy ez így árnyaltabb, mert ott is ahány bíró, annyi szokás? Nem, hát az amerikai legfelsőbb bíróságban bírók, a bírák, az, hogy konzervatív valaki, konzervatív bíró-e vagy sem, ez nagyon fontos. Ennek az, hogy az amerikai jelenlegi legfelsőbb bíróságban többségben vannak a konzervatív bírák, jelentős többségben vannak a konzervatív bírák, ez egyrésztről Trump elnökségének egyik legnagyobb és legfontosabb lépése. Ez itt Magyarországon ez nehezen tűnik, vagy nem igazán tűnik nagyon jelentősnek vagy fontosnak, de valójában rendkívül fontos. És egyébként a most leköszönő Mitch McConnell-nek a legfontosabb, egyik legfontosabb politikai lépés, az ő szerepét ebben nem lehet teljes mértékben kihagyni. Mindenki arra számított, ugye volt három állam már legalább, ahol Trumpot le akarták a szavazólapokról venni, mondván, hogy a január 6-án a kapitólium elleni ostromnak a egyik felbújtója volt. Mindenki tudta, hogy az ügy el fog kerülni, az egyértelmű, hogy el fog kerülni a legfelsőbb bíróságra, az állami hatáskörön túl, tehát föderális szintre emelkedik, és azt is lehetett tudni, hogy a legfelsőbb bíróság ezt hatályon kívül fogja helyezni. Ez meg is történt most egy állam esetén. Ez lesz a többi esetében is. Miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert amit nagyon későn, ha egyáltalán észrevett a demokrata oldal, az az, hogy minél többet támadják Trumpot, annál jobban nő a népszerűsége. Ugye ez így volt, Trump népszerűsége legdrámaiabban akkor ugrott meg, amikor pertint tettek a nyakába, és most már nem tudom, 90-nél több polgári. Ez lehet, hogy pont azért, mert szintén a kis ember ezzel tud azonosulni, hogy ahogy vegzelják a kis embereket, na úgy vegzelják feleslegesen Trumpot is. Pontosan. Igazságtalannak érzik, túlzónak érzik, nem úgy érzik, hogy nem ott van a hely, tehát nem tudod megfogni máshol, mint a bíróságon. Tényleg ez miközben mindenki tudja, hogy valaki, aki az ingatlan iparban milliárdos, ott, tehát azért lehet, biztos lehet ott találni valamit, ha valamivel valakit meg akarnak fogni, nem hogy egy ekkora embernél. De igen, de végtelenül igazságtalanul gondolják az amerikaiak, és pont rávet, pont azt mutatja, hogy a politikai elit milyen eszközöktől sem riad vissza annak érdekében, hogy megbuktassa, vagy megszorongassa, vagy lejárassa az ellenfelét. És ez a kis emberek számára azt üzeni, hogy ebből mi nem kérünk. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy Trump tényleg adócsaló, lehet, hogy Trump tényleg elkövetett ezt-azt, de először mindenki úgy van vele, hogy hát igen, de hát ki az, aki ne követne el az ő helyében. B, ez mégsem járja, hogy mégsem járja, hogy ellene ilyen módszerekhez nyúlna. Arról nem is beszél, és ugye ugyanez volt az impeachment eljárással, amikor még elnök volt, tehát amikor bizalmatlanságindítványt nyújtottak be Trump ellen, azt is úgy érezték az emberek többsége, hogy ez nem fair ilyen módon támadni, arról nem is beszélve, hogy aztán a demokraták belesétáltak a saját csapdájukba, mert Biden ellen is kezdeményeztek impeachment eljárást, mert azt mondták, hogy ja, hogyha ilyen eszközök vannak, akkor mi is ki fogjuk használni. Kintottak egy olyan Pandora szelencét, ami addig teljesen zárva volt. Trump népszerűsége ettől ugrott meg. Most a szavazólapok letiltásán is azt mondják az emberek, hogy tehát olyan eszközökhöz nyúltok, hogy levesztek valakit, ahogy én nem is szavazhatok rá, ha akarok se, mert ti ezt megakadályozzátok a ti elit, a ti bennfentes eszközeitekkel. Ebből nem kérnek az emberek, és ez teljesen visszafelé is fog, vagy sült el. Nem tudom, hogy... És Trump népszerűsége csak tovább ment. Nem tudom, ki volt Trump tanácsadója, aki azt mondta, hogy jó az, hidd el, hogy jó az neked, Donald, hogyha több peres eljárás van ellened, mert még a börtönből is nyer, onnan fogsz aztán igazán nagyot nyerni. Ez az amerikai törvények nem zárják ki, de rizikós, az biztos, hogy nagyon rizikós, de igaza lehetett, mert ez nagyon sokat hozzátesz Trump népszerűségéhez. Az ilyen és ehhez hasonló eszközök, nagyon sok van. Impeachment, börtön, polgári peres, vagyonelkobzás, ugye mondjuk 230 milliárd dollár, elképesztő összeg, már nem emlékszem az összeg, borzasztó nagy összegre akarják perelni, gyakorlatilag a gatyáját is elveszítené Trump, és erre mondja a többség azt, hogy ebből nem kérünk. Szerinted van olyan ügy, ami
miatt tényleg börtönbe kerülhet, vagy ezek mind eljárások, mert az meg a komolyságát nehezíti ennek az ügynek, ha aztán mindegyik ügyről kiderül, hogy jogilag nem elég megalapozott. Vannak olyan ügyek, amelyek veszélyesek lehet, ténylegesen veszélyesek lehetnek Trump számára, vannak közte korrupciós. A szavazat, tehát hogy változtassák meg a szavazatot, ugye van egy ilyen ügy. Korrupciós vádak ingatlan ügyekben, változtassák meg az újraszámoláskor a szavazatokat. Vannak ott ügyek, amelyek sikamlósak lehetnek Trumpra. Én nem tartom elképzelhetőnek, hogy őt egyébként elítéljék az egyik ügyben sem. Ezek szépen, én azt gondolom, ezek az ügyek szépen lassan el fognak halni. Lesz még egy-két látványos, de ezeket májusra tartogatják. Tehát ezek most a késő tavasz koranyára lesznek időzítve, meg a nyári időszakra, tehát pont az elnökválasztás, amikor már ténylegesen letisztul. Ugye, hogyha még egy megengeded, akkor annyit mondanék, hogy a republikánus párton belüli szavazatmennyiség, amely Trumpnak kell ahhoz, hogy ő legyen a republikánus párti jelölt, ez még nincsen meg szuperkedó után sem. Március 18-19-én lesznek még, vagy addig lesznek még olyan előválasztások, amelyek alapján összejöhet az 1200 körüli szavazat, amire Trumpnak szüksége van, jelenleg 900 egy néhányon áll, tehát még szüksége van egy jó 200 szavazatra. Ez meg lehet mondjuk leghamar a március 19-e kör. Tehát már ebben az időpontban lehet az, hogy ő lesz a hivatalos jelölt. Na ekkor lehet majd, ettől kezdve lehet számítani a nehéz fegyverzetre Trump ellen. Itt még azért lesznek dolgok, amelyek előjönnek. Azért ne felejtsd el, 2016-ban is az öltözői úgynevezett hot mic, az a kis elszólása, amikor a nőkről mondott nagyon negatív dolgokat, amikor tényleg úgy tűnt 16-ban, hogy ez megrengetheti az ő előre menetelét és elnökválasztási esélyeit, aztán szépen sikerült ezt menedzselni, de ilyen és ehhez hasonló ügyek szerintem még elő fognak kerülni, és ezek késő tavasszal a nyár során fognak megtörténni. Ugye az is egy érdekes helyzet, hogy nyilván az eljárások is zajlanak, hogy lesz-e ideje Trumpnak kampányolni, vagy az lesz a kampány, hogy a bíróságra jár, és erre lesz felhúzva az egész kampánytörténet. Most azt mondanám, hogy az segít neki, hogyha a bíróságról fog kampányolni. Azt Trump nem teszi jól, az én véleményem szerint, ha túltolja. Tehát, hogyha folyamatosan az ő saját peréről lesz szó a kampányban, az valószínűleg visszacsaphat, mert az emberek úgy fogják érezni, hogy jó, tehát akkor te menteni akarod a bőrödet, te azért akarsz elnök lenni, hogy békén hagyjon mindenki. Tehát, hogy ez ha ez túltolja, az nem jó. Ha viszont néha-néha azt látja az amerikai publikum, hogy az ő szeretett elnökjelöltjüket és legnépszerűbb celebritásukat látványosan meghurcolják, az Trump népszerűségét fogja növelni. Tehát itt valóban majd a kényes egyensúlyt kell megtalálni a kommunikációs csapatnak. Nehéz Trumpot, én azt gondolom, hogy nehéz lehet őt visszafogni, meg egyáltalán kontrollálni és irányítani. Ha ezt megtalálják, ezt a kényes egyensúlyt, akkor Trump vörös szőnyegen fog bemenetelni a Fehérházba. Szerinted van Trumpnak esélye, vagy majd, ugye itt két narratív van, az egyik, hogy úgyis elcsalják a választást, bár ezt most már Trump se erőlteti annyira lévén, hogy el kell vinni a republikánus választókat szavazni azért így vagy úgy. A másik, hogy tényleg előkerülhetnek olyan ügyek, a harmadik pedig, hogy a bizonytalanoknak a kérdése, hogy ők vajon mennyire szavaznának Trumpra. Szóval ugye a legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint ismét nőtt egyébként Trumpnak az előnye Bidenhez képest. Illetve még egy érdekesség van, hogy a demokrata elnök választáson azért nagyon sok volt az, aki senkire nem szavazott. Volt olyan állam, ahol ez egy 10%-ot jelentett. Ez is sokat jelez, hogy azért 10% elmegy úgy, hogy bemutatni, hogy nem szavaz senkire, és akkor még nem beszéltünk arról, aki otthon marad. De hogy te így összességében, hogy látod, meg tudja nyerni Trump ezt a választást? Én azt gondolom, hogy a bizonytalan választók a legizgalmasabb kérdés, mert aki trumpista, az aki teljesen Trump ellenes és átbillenthetetlen, azzal nem nagyon van mit kezdeni. Ő inkább Bidenre szavaz, csak nem Trumpra, ezt láttuk 2020-ban. Tehát még Biden... Tehát a protest szavazatok így van. Trump ellen. Így van. Tehát bárki csak ellen, ne Trump. Pontosan így van.
A trumpista pedig akkor is Trumpra szavaz, hogyha nem tudom, lila eső esik. A bizonytalanok azért izgalmas, mert ott jön viszont elő az, hogy többet kéne látniuk a bizonytalan szavazóknak Trump politikájából, és kevesebbet kéne látniuk Trump személyiségéből. Mert a személyisége az, ami megijeszti őket. Erre mondtuk akkor ebben azt, hogy a trumpizmus lehet, hogy Trump nélkül működne a legjobb. Egyébként igen, csak közben meg ugye ezt gondoltam én is egyébként egy évvel ezelőtt. Viszont az például, hogy Ron DeSantis, aki tulajdonképpen politikáját tekintve trumpizmus politikáját, csak sótlanul. És a kanyarban sem volt. Tehát úgy tűnik, hogy a showmanship, ez a fajta fellépés és szórakoztató elem, ez most egyelőre kell az amerikaiak. Meg szerintem az, hogy mi nagyon sokszor európai fejjel gondolkodunk, és nem tudjuk elképzelni azt, hogy egy kicsit ilyen mémszerű figura, mert az például Magyarországon látjuk, hogy nem működött, azért láttunk erre ugyanígy próbálkozásokat, de hogy Amerikában ez működik. Hát persze, és a Trumpot a legkönnyebb mémesíteni, sőt, ő maga saját maga mémje. Tehát elképesztő, mondom, nagyon szórakoztató az ember. Ha végighallgat valaki egy-két Trump beszédet, akár hosszú órákon keresztül, elképesztő szívós, ott áll a közönség előtt, és két órán keresztül szórakoztatja a népet. Tehát ingyen cirkusz, nagyon magában ragadó, ha valakinek ez az ízlésvilága. Nos, tehát a bizonytalan szavazókat kevesebb Trumpsággal és több Trumpi politikával lehetne meggyőzni. Nem tudom, hogy az elnök erre mennyire képes, hogy majd bizonyos ponton ő visszavegyem a saját szereplési vágyából. De az biztos, hogyha az emberek Biden politikáját nézik, először is ott van a mentális egészségi állapot, ami tényleg napi beszédtéma most már, és hiába hívja meg múlt héten, vagy két héttel ezelőtt az egyik esti talkshowba, és teszik alá, kérdeznek alá, és teszik alá, és írják neki a poénokat. Nem ülnek annyira, tehát, hogy egyszerűen nem vevő az amerikai társadalom erre, miközben egyszerűen nem tartja őszintének, pontosan látja azt a hollywoodi izzadságszagot, ami mögötte van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Trump meg tudja nyerni. Azért ne felejtsd el, 2020-ban több ember szavazott Trumpra, nominálisan több ember szavazott Trumpra, mint 2016-ban, még hozzá majdnem 10 millióval, tehát, hogy sokkal nőtt. Csak Bidenre, meg még többen szavaztak. Most, hogyha én a Trumpra való igazi, még most is azt mondom, hogy a Trumpra való igazi veszélyt, az nem Biden jelenti, hanem az, hogyha júniusban Bident kiveszik a képből. Szerinted még lehet ilyen? Szerintem lehet ilyen, igen. Én ezt egy reális forgatókönyvnek tartom, hogy utolsó pillanatban, vagy hát június környékén, visszalép Biden valamilyen nagyon ügyes húzással. Erre van is többfajta konteó, ebből én a leghihetőbbnek azt tartom, hogyha a First Lady Jill Biden kiáll, és könyörög az embereknek, hogy a nagyon népszerű férjét azt most már engedjék haza, mert ő igazából családdal akar lenni, és belépne a képbe valamilyen potens jelölt. De nem nagyon látunk talán Michelle Obama-t leszámítva ilyet, és talán veled beszélgettük azt, hogy nagy kérdés, hogy Michelle Obama feladná a Hawaii életét. Igen, Michelle Obama kétségtelenül egy jó választás lenne, nagyon népszerű, Obama nagyon borzasztó rossz elnök volt, de nagyon népszerű elnök volt. Michelle Obama nagyon népszerű lenne minden úgynevezett intersectional box, tehát minden társadalmi érzékenységi pontot ki tudna pipálni, színesbőrű nő, a legnépszerűbb elnök felesége, egyébként a legnépszerűbb first lady már sok-sok idő óta, vagy hosszú-hosszú idők óta. Neki lenne esélye Trumppal szembe? Azt nem tudom, hogy be akarja. Tehát Trump, mert szerintem most lehet, hogy a Michelle Obama-nak mondjuk 4 év múlva sokkal nagyobb esélye lenne, ha ő már annyira elnök akar lenni, nem? Én ezt gondolom, hogy igen, pont ezt gondolom. Az ő dilemmája az nagyjából ott lehet, nem tudom a személyes oldalát, vagy a családi oldalát, szerintem az ő dilemmája az, hogyha most indulna Trumppal szemben, akkor Trump bevetné ellen a nehéz fegyverzetet, és ez egyszerűen megalázó lenne egy nőnek, egy anyának, és ez egyébként jól menő Obama családbiznisznek.
Ugyanakkor 4 év múlva meg már kevesebben fognak rá emlékezni, mint most. Most még úgy él az emberek emlékezetében az Obama házaspár, mint egy sztár elnök házaspár, szépek, okosak és gazdagok. 4 év múlva ki tudja, hogy még ez mennyire lesz fenntartható, és mennyire a régmúlté lesz ez a dolog. Tehát ez lehet a dilemma, az én meglátásom szerint. Akit még Michelle Obama mellett esélyesnek látnék, az a kaliforniai kormányzó, Gavin Newsom, aki az én meglátásom szerint nagyon rossz kormányzó a Kaliforniának, viszont imádják az emberek. Jó kiállású, még egyszer, ugye ez egy show business, tehát hogy kell, hogy az ember jóképű legyen, jól tudjon beszélni. Gavin Newsom összeszedett, jó retorikai... És egy másik generációhoz tartozik, talán van, az is fontos. Fiatalabb, fiatal, bőven van még benne monyó, tehát őt kifejezetten esélyesnek tartanám. Ugye ott, tehát a Biden kampánynak vagy kommunikációs szempontból azt kell megoldani, hogy szedi ki az elnököt a versenyből. Erre élek azzal a javaslattal, amit az előbb megfogalmaztam. A következő kérdés az, hogy jó, de akkor miért nem az alelnök, miért nem Kamala Harris, aki a logikus választás volna, viszont ő a legnépszerűtlenebb demokrata politikusok egyike, a jelenlegi alelnök, tehát őt is mindenképpen. Ezért lehet jó a Michelle Obama, mert akkor ő nő, és akkor nem azzal, hogy félretettünk egy nőt egy másik férfival szemben, viszont az előbb említett, tehát ez még szerintem tartogat izgalmas helyzeteket. Ha egy Trump, Biden, én most azt arra tennék nagy értékű fogadásokat, hogyha egy novemberben egy Trump-Biden csata lesz november 5-én, akkor szerintem Trump most úgy tűnik, hogy nyerhet, méghozzá jelentős fölénnyel nyerhet, de hát amit azt tudjuk, nem közönkutatásokat kell megnyerni, nem választásokat, akkor szerintem Trump nyerhet, hogy ha csak nem jön be valami óriás botrány még időközben, ami ezt megváltoztatja, vagy egy demokrata elnökjelölt csere. A műsorunk végéhez közeledünk, úgyhogy most Izraelre térnénk rá, és akkor úgy tudom egyébként átkötni, hogy Kamala Harris meg azonnali tűzszünetet javasolt Gázában, és az egyébként a nyilatkozat az nagyjából arról szól, hogy mert, hogy be kell jutni a humanitárius segélyeknek. Nagyon érdekes, hogy most már arról kevésbé esik szó, hogy haza kéne menni a túszoknak így pár hónap után. Akik között amerikai túszok vannak egyébként, tehát amerikai állampolgárok is vannak. Ez nagyon érdekes, hogy számomra egyébként, ha engem kérdezel, nagyon-nagyon meglepő, mármint engem kérdezel, de hogy nagyon meglepő, hogy milyen kevés szó esik Amerikában a túszokról, és hogy milyen keveset tesz az Egyesült Államok azért, hogy a saját állampolgárait kiszabadítsa. És egyszerűen igazából dermesztő is látni azt, hogy van amerikai túsz Iránban, van amerikai újságíró fogva tartva Oroszországban, és ezért Amerika relatíve vagy viszonylag keveset tesz, legalábbis amit lehet látni a szélesebb nyilvánosság számára. Kamala Harris valóban mondott egy a Bidenéhez képest egy radikálisabb álláspontot azzal kapcsolatban, hogy azonnali tűzszünet kellene, ami tulajdonképpen egy Izrael ellenes álláspont valamilyen tekintetben, hiszen azt mondaná, hogy hagyjuk a Hamászt a helyén, és legyen minél hamarabb béka, ami azért hosszú távon Izraelnek biztosan nem jó, és egy nagyobb fokú amerikai intervenciót, közbeszólást vagy beleszólást az események folyásába mutat. Még akkor is ez így vette le a sajtó, hogyha egyébként Harris ezzel valamit tompított, amikor azt mondta, hogy de hát a segélyeket be kell juttatni, és hát persze a túszokat haza kell engedni, stb. De mégis ez szólt igazán nagyot. Kérdés az, hogy az Egyesült Államok mikor enged a belső nyomásnak, a demokrata párti belső nyomásnak azzal kapcsolatban, hogy nagyobb nyomást helyezzen Izraelre. Azért kell látni, hogy az amerikai külpolitikai vezetés és a párton belüli progresszív, egyre erősödő progresszív szárny között ezért egyre nagyobb a feszültség, és kérdés, hogy ezt meddig tudja a Biden-féle vezetés féken tartani. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy a múlt héten, nagyon gyorsan összefolynak a napok, de a múlt hét környékén lemondott a palesztin kormány. Egyrészt érdekelne, hogy te miben látod, hogy mi a lemondásnak az oka, másrészt mi lehet ebből? Tehát ilyenkor például mennyire várható az, hogy akár Hamas párti vagy Hamas közeli emberek kerülnek be hivatalosan is a kormányzatba, és azt azért hangsúlyozzuk, hogy mindez a Mahmoud Abbasnak a elnöki tevékenységét nem érinti, tehát a körülötte lévő kormány mondott le, de hát azért, ha
jól értem, akkor mégiscsak ez az adminisztráció a végrehajtó hatalom a palesztinoknak. Igen, de a kulcs az mégiscsak a végén van. A kulcs a lényeg az, hogy Mahmoud Abbas nem 80 sok éves, és nem készül távozni. De valóban lemondott a palesztin miniszterelnök, vagy a palesztin hatóság miniszterelnöke és a kormányzat. Ugye ezt nem szabad, nem lehet külön választani teljesen attól a folyamattól, ami jelentős részben Oroszország nyomására történik. A Moszkvába hívták ugyanis a Hamas és a palesztin hatóság vezetőit. Tehát azt kell még tudni háttér információként, hogy a Hamas borzasztóan népszerű a palesztinok körében. Gázában 70-sok százalékos a támogatottságba, 80% fölött van a támogatottsága. És Júdea-Szamáriában is. Júdea-Szamáriában is 70-sok százalék a támogatottsága. Ami különböző más kérdéseket felvet, ami szétfeszíteni ennek a műsornak az időkeretét, de mindenesetre akkor is érdekes, hogy ez egyáltalán hogy lehetséges. A palesztin magyarán, ha ma tartanának választásokat, akármilyet, ugye a demokratikus választásokról az ebben a környezetben kár lenne beszélni, de hogyha tartanának, akkor a palesztin hatóság csúfosan veszi. És a Hamas nyerne. Mondanom sem kell, hogy ez mit jelentene a régió, illetve a világbiztonsága szempontjából. Tehát itt valami egységkor, ugye viszont a nyugat, az Egyesült Államok valamiféle palesztin hatósági vezetést várna el ott a régióban. Még egyszer, ez nem találkozik a palesztin nép akaratával. Tehát semmilyen módon nem találkozik a palesztin nép akaratával. Ezt nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Úgyhogy én jelenleg úgy tűnik, hogy a palesztin hatóság megpróbál valamilyen kompromisszumot kötni a Hamásszal egyrésztről a saját hatalmának a bebiztosítása érdekében, hiszen ahogy jeleztem, nagyon-nagyon népszerű a palesztinok körében, és ezzel esetleg egy kicsit, hogy is mondjam, rabbinikus nyelven kicsit kaserolná a Hamászt is, és összepalesztin hatóságozná a Hamászt, és akkor már a Hamász sem lehetne olyan egyszerűen félreállítani. Tehát mindenki nyerne ezen a összemosáson, a Hamász nyerne egy nyugati elfogadottságot, a palesztin hatóság nyerne egy palesztinokon belüli elfogadottságot. Nem hiszem azt, hogy ez neki, mindenkit aggodalommal kéne eltöltsön egyébként a békeszerető világban, ami történik, és nem csak Izraelt. Úgyhogy formai lépésnek tartom azt, hogyha Izan Abbas hatalmon maradt, hogy most hogy is hívják a palesztin hatóság miniszterelnökét, szerintem a legtöbb hírfogyasztó ember sem tudja, a Stein nevét nem ismeri, de nem csak, de azért ez mégiscsak egy fontos jelentős lépés méghozzá a Hamas felüli vagy irányába való közeledés szempontjából, ami pedig egy rendkívül veszélyes folyamat, nem csak Izrael, hanem az egész békeszerető világ szempontjából. Említetted itt az orosz közvetítést, hogy a Moszkvába mentek a Hamász meg a palesztin hatóságnak a vezetőit is. Mi Oroszországnak a célja ebben a helyzetben, illetve mennyire szerencsés ez, hogy mondjuk Hamász vezetőket fogad Oroszország, hiszen ezzel tulajdonképpen legitimalizálnak egy terrorszervezetet. Az oroszokat ez eddig sem nagyon szokott. A tálibokkal is történt már hasonló meg egyébként, csak mert gondolom Putyin úgy lehet vele, nem tudom, de gondolom úgy lehet vele, hogy ha már azt gondolja a világ róla, hogy ő a terroristákat támogat, és amúgy maga is egy terrorista, akkor miért ne? És ugye előszeretettel ápol kapcsolatot az észak-koreai diktátorral, a tálibokkal, a világ összes terrorista és egyéb más szervezetével, tehát én azt gondolom, hogy ez annak a tábornak, amely Putyint szereti, ez annak a tábornak még egy szimpatikus lépés is lehet, a nyugat szempontjából pedig ismét egy bosszantó, és... Igen, csak azért árnyaltabb talán a kép, mert ugye Putyin korábban Netanyahuval is jó kapcsolatot ápolt, illetve mivel Oroszország és Izrael, hát az ott élő orosz ajkú zsidóság, és ezer dolog miatt mégiscsak össze van fonódva sok esetben, akár a sorsa, stb. Szóval ez nem, tehát nekem furcsa azért az, hogy Oroszország most ebben az ügyben ennyire egyértelműen választott térfelet. Igen, valóban Putyin egyensúlyoz, tehát van Oroszországban egy közel félmilliós zsidó lakosság, amivel Putyin barátságosan viselkedik kifejezetten, nem pedig, és egyáltalán a zsidósággal, mint olyan, és egyébként Izraellel is, Izraelben is van egy egymilliós orosz ajkú zsidóság, ezt sem szabad elfelejteni, Putyin számára fontos, egyik legnagyobb diaszpórai közösség, orosz diaszpóra Izraelben van, orosz nyelvű diaszpóra, és hát Izrael és Oroszország érdekei azért sok ponton találkoznak, tehát valamennyire balanszírozzák egymást, úgyhogy ezért is lehetett látni, hogy Izrael nagyon óvatosan retorikát használt az ukrajna elleni háború kezdete óta, és tulajdonképpen azóta is, ugye Szíria és másokból.
és Putyin is megpróbálja fenntartani. Én azt gondolom, hogy ez az ide is adok, meg oda is adok politikáját látjuk. Putyin számára azért volna izgalmas ez a palesztin sztori, mert jól mutatná azt, hogy ő majd megold egy regionális veszélygócot, majd ő ezt kibalanszírozná, és ő lenne itt a béke hozója, miközben a világ mindenki arról beszél, hogy ő itt valószínűleg egy háborús uszító, és egyáltalán hát a béke az senkinek nem jut eszébe Putyinra asszociálva. Tehát ő azért ezzel sokat tudna nyerni, és azt gondolom, hogy a fejében az lehet, hogy ez megér egy kis összemosást a terroristákkal, hiszen hát eddig is úgy gondolták róla, de majd most ő megmutatja, hogy ez tulajdonképpen mire is lesz jó, és a nagy Amerika és a nyugat nem tud megoldani évtizedek óta egy olyan konfliktust, amit majd ő valamilyen módon azért mégis, ha meg nem is oldana, mert azt nem tudná, de legalábbis valamennyire pacifikálja. Tehát az ő számára ez lehet benne a külpolitikai kihívás, és egyébként meg addig sem a világ arról beszél, hogy ő mit csinál Ukrajnában, tehát mindenképpen win-win szituáció. Megyeri Jonatán, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget, minden jó. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel Megyeri Jonatán YouTube csatornájára, mert nagyon sok izgalmas tartalom van rajta, és az Ultrahang, illetve az Ultrahang Plus csatornáinkra, hiszen ott is folyamatosan jövünk újabb és újabb tartalmakkal. Arra nem mondom, hogy izgalmas, mert az nagyképű lenne. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.